Hét Zsinórban megnyert találkozó után a TF Budapest ellen elveszítette idei veretlenségét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, úgyhogy a korábban megszokottól eltérő hangulatban vágott neki a heti edzésmunkának a csapat. Szerdán az NB1-es Debrecen otthonában játszottak felkészülési meccset a cápák, és a játékosok Hitko Ernő szakmai igazgató szerint lassan visszazökkennek a megszokott kerékvágásba. Nem mondom, hogy a legjobb hangulatban teltek ezek a napok, de azért remélem, hogy szép lassan kilábalunk belőle. Bízom abban, hogy ez a pici letörtség azért is kialakulhatott, mert a srácok is érzik, hogy ez a teljesítmény, amit a TF ellen nyújtottak, nem az, amivel mi eredményt tudunk elérni, és remélem, hogy ők is tudják, hogy ezen nekünk változtatni kell, és haladnunk kell ebből előre, és ki kell jönnünk ebből a hullámvölgyből. Vasárnap egy újabb győzelmi szériát kezdhetnek el a cápák, ugyanis a sereghajtó nagykőröst fogadják Tóth Gergelyék. A tabellán elfoglalt helyezések ellenére azonban egy pillanatig sem szabad lebecsülni az ellenfelet. Amikor ide jön egy olyan ellenfél, aki alapvetően nem esélyesként lép pályára, felszabadultan teher nélkül tud játszani, megpróbálnak mindent, és az esetlegesen elsülhet úgy is, hogy minden beesik, és nagyon nehéz dolog lesz ellenük játszani. Illetve azért a csapatban Dobos Laci is visszatér, aki mégiscsak elég magas, 220 centi fölött van, és az előző mérkőzésen nagyon szépen mutatkozott be, mindenképpen erősíti a csapatnak, a nagykörösi csapatnak a szerkezetét és az erejét. Ennek ellenére azért nem gondolom, hogy bárki kételkedne abban, hogy mi győzni szeretnénk ezen a találkozón, és a minimális elvárás az, hogy mi ezt megnyerjük. Hogy hogyan, azt majd meglátjuk vasárnap, de természetesen örülnék annak, ha egy picit gördülékeny tudna lenni a játékunk, és esetlegesen közönség szórakoztató is. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks nagykörösi solymok mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: MEAFS Miskolc Baja, MTK Elite Basket Veszprém, MAFS Budafok, Salgó-Tarján BKG Prima Ese, TF Budapest Vasas Akadémia és PVSK Budapesti Honvéd.